Üdvözlet mindenkinek, 2023. január 1 -e van az infobubble.hu weboldalon, ezúttal az evolúcióról fogunk beszélni, remélhetőleg nem hosszasan, legalábbis a termem az nem az, csak hallottam egy rövid videót a méhek eredetéről, és ezt egyszerűen csak meg kell, hogy osszam. Mielőtt elkezdjük, meg szeretnék kérni mindenkit arra, hogy amennyiben hasznosanak találjátok és értékesnek a munkánkat, akkor támogassátok azt a legegyszerűbb módja ennek, hogy előfizetek a prémium csomagunkra, ahol láthatjátok azokat a tartalmakat, amelyek abba tartoznak, illetve megosztjátok és lájkoljátok a videóinkat a közösségi oldalakon. Ez nagy segítség, és köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. A videó előtt azonban Veol, Veszprém megyei hírportál azt írja, hogy evolúció, azt már tudjuk, hogy a madarak és a méhek, na de hogy a virágok is, felmerül az a kérdés, ez 2015. decemberi ez a cikk, hogy az evolúciónak van egy célja, irányultsága, törekedik -e az esztétikára, és ha igen, akkor kinek és miért? Nehéz ezekhez hozzáfűzni sok mindent, mivel annyira abszurd legalábbis, amennyire én látom ezt az egészet, vagy ahonnan én szemlélem. Nem ítélek én el senkit, hogyha ebben hisz, de akkor legalább ne állítsa senki azt, hogy ez valamiféle bizonyosság. Mikor olyan dolgokról van szó, ami több száz millió évvel ezelőtt történt, és azt úgy vesszük, mint valamiféle készpénz, mintha nekünk lenne bármiféle bizonyítékunk arra, hogy ez igaz, amit hallunk, vagy amit olvasunk. Vagy le látunk, ugye, akár ezeken a dinoszaurusz kiállításokon, vagy a filmekben, az animációs filmekben. Ez még talán egy sokkal nagyobb hitet igénylő rendszer, mint a Biblia. De nézzük azt mondja, hogy ha kicsit sétálgatnánk a miocénkori erdőkben, két dolog tűnne fel. Ez egy spanyolról lefordított weboldal, és ez a korszak körülbelül 23 millió évvel ezelőtt volt, és 5 millió évvel ezelőtt ért vége. Szóval tegyük fel, hogy a közepén volt akkor is 15 millió évvel ezelőtt, és próbáljuk elképzelni, hogy milyen volt 15 millió évvel ezelőtt, mikor azt se tudjuk, hogy kiépítette a piramisokat. Ami a léptéket tekintve olyan, mintha tegnap történt volna ehhez képest, és mi próbálkozunk ezt elképzelni, hogy hogy volt. És ha valaki ezt nem fogadja el, akkor az őrült. Már persze, ha valami erszény, két dolog tűnne fel, már persze, ha valami erszényes kartfogó macska közben meg nem reggelizne minket ez jellemző az egész dinoszauruszokra, meg korszakokra, régészetre úgy általában. Ez egy fikció, amit az emberek, ezek az idézőjelbe vett tudósok kitalálnak az alapján, amit tanulnak a oktatási rendszerben tanulmányaik során. Mindenki más, aki nem idézőjelbe vett szakember, annak ezt el kell fogadnia, hogy valamiféle kartfogó macska létezett 20 millió évvel ezelőtt. Egyik a fűvek teljes hiánya, nem volt fű. A jó, a másik pedig a virágos növények csekély száma. Honnan a fenéből tudjuk mi azt, hogy nem volt fű 20 millió évvel ezelőtt, meg nem voltak virágos növények. És akkor mondhatjuk azt, hogy onnan, hogy vannak megkövesedett ezek, meg azok, meg a rétegekből, meg a mit tudom én miből, de én csak arra kérek mindenkit, hogy használja a józan eszét. 20 millió évvel ezelőtt, 15 millió évvel ezelőtti dolgokról beszélünk semmiféle fogalma nem lehet senkinek arról, hogy mi történt. Ez léptékben, hogyha 6000 évvel ezelőtt nem tudjuk, hogy mi történt. Nem tudjuk, hogy mi történt Hitlerrel, ami 100 évvel ezelőtt se volt. És arról beszéljünk, hogy 15 millió évvel ezelőtt nem volt fű, meg virágból kevés volt. És ezt olyan bizonyossággal állítjuk, hogyha valaki nem fogadja el, akkor az őrült. Természetesen lepkéket sem látnánk, néhány gyökérrágú ősmolyt talán, mivel a földi és a légi virágok egyszerre alakultak ki, mint egy egymás segítve az evolúció kiteljesedésében. A jelenséget egyes kutatók kulcsként értelmezik a fejlődésben, mások kimondottan gyanakvással szemlélik. Szóval semmiféle egyetértés nincs még ezen a szakmán belül sem a tudósok között, vagy az úgymond szakemberek között. Kó evolúció kapcsán ilyen olyan szavakat találnak ki. Járvány, járvány, járvány matematikusok. Mint a járvány matematikusok. Így hívják az együttes változást. Még kényesebb kérdések is felmerülnek, jelesül, hogy az evolúciónak van egy célja, irányultsága, törekedik-e az esztétikára, és ha igen, akkor kinek és miért? Én már rájöttem arra, hogy minél alapvetőbb az emberiség történelmében egy-egy hazugság, annál több sebből vérzik. És Ilyenek, mint ez a videó is, ahol erről a gorgonopszia dologról beszélnek, hogy ez a dinoszauruszok előtt létezett, ez az evolúciót csak nevetségesíteszi, ha egyáltalán van, aki elgondolkozott már ezen, és arra jutott, hogy ez nem nevetséges. Nem lehet más következtetésre jutni szerintem, mint hogy ez csak egyszerűen fantázia szüleménye ez az egész. Olyat találok ki, amit csak akarok. Ezért létezik ez a dolog is. Mert semmiféle bizonyíték nincs rá, hogy ezek az állatok így néztek ki. Nincsen abszolút semmilyen tárgyi bizonyíték. Az, hogy ők találnak itt csontot, ott csontot, hogy az aztán miből volt, vagy honnan volt, vagy mennyi idős, az fogalma sincs senkinek. Tippelgetnek, meg ezek a szén akármi meghatározás, izotóp meghatározással próbálják eltalálni. De valójában nem lehet fogalma, hisz olyan időtávlatokról van szó, amit csak az ember nem tud a jelenlegi tudomány fejlettségével még egyáltalán szerintem felfogni se, hogy az milyen jelentőségi, nem hogy az, hogy akkor mi történt, hogy néztek ki ezek az élőlények, mit csináltak, volt-e pillangó, volt-e fű, meg akármi. Át fog vezetni minket ez a cikk egyébként, majd a méhekhez itt a légy bangóról van szó, és úgy írnak, hogy viráguk szinte hihetetlen rovarokat utánoz, így a hím darásféleség a virággal tulajdonképpen közösülni akar. Mielőtt azt gondolnánk, hogy a rovar hímek ennyire elvakulnak a szextől, meg kell említeni, hogy a növény a nőstény izgató feromonját is leutánozza. Történet már idáig is elképesztő, de még tovább is fokozható. A virágzása úgy időzített, hogy a nőstény rovaroknál előbb kikelő hímek már tetrekészen röpködjenek, de még ne találjanak igazi párt, ami elvonná figyelmüket a kéjesen terpeszkedő bangó virágoktól. És akkor azt akarja mondani nekem bárki, hogy ez csak a véletlen folytán alakult így, ha ennyi véletlennek kell egybeesni ahhoz, és ezek mind véletlen mutációk, Véletlenül kell a virágnak mutálódni, meg ezeknek az állatoknak mutálódni, meg alkalmazkodni a kialakult helyzethez, úgy, hogy semmiféle intelligenciáról az ő esetükben még csak nem is lehet beszélni, és el akarjuk hitetni magunkkal, meg mindenki mással, hogy ez csak úgy egyszerűen előállt a vak szerencse folytán. Hogy a nőstény, mielőtt a nőstény rovar ki kell, az előtt ez a virágzik, ez a bangó, Azért, hogy a ne vonja el a figyelmét a hím rovaroknak a nőstények kikelése. És ez csak így egyszerűen így alakult. Ezek után már csak egy lényeges kérdés maradt. Na, és mi az? Hogy mi az oka annak, hogy ezek a növények ilyen hatalmas evolúciós energiát fektetnek a szaporodásukba, hiszen annak az esélye, hogy próbálgatásos módszerrel kifejleszik a nősténydalás illatát, ami egy kimondottan bonyolult szerves vegyület. Nos, ennek az esélye körülbelül a lottó ötösnél is csekélyebb, ennek ellenére mi azt hiszük, hogy így történt, hogy véletlenül ez a virág kitalálta, hogy milyen illata van annak a, a rovar nősténynek. H hogy is lehet? <laughs> hogy hogyan lehetséges? Mi a magyarázat erre? Így fejezik be, hogy visszatérve az eredeti gondolatmenetünkre, az evolúció, egy, hogy az evolúció egy cél nélküli vak dolog lenne, ezt a hitet talán a bangók ásák alá leginkább. Vagy csak arról van szó, hogy törpék vagyunk, törpe aggyal az univerzumba, és azt hiszük, hogy mi már mindent tudunk. Pontosan ez a helyzet. Azt hiszük, hogy mindent tudunk csak azért, mert megfejtettünk ilyen felszínes dolgokat, mint amiről a tudomány beszél közben, meg fogalmas nincs senkinek arról, hogy mi az igazság. Legalábbis a többségnek nincs. Na de nézzük ezt a videót. Az ja, ez az állítás, hogy a méhek azok darazsakból fejlődtek ki egy evolúciós folyamat során, mikor rájöttek arra, hogy a virágpor, az a pollen, az egy nagyszerű élelmiszer forrás. Szóval rájön a darázs, hogy ez a virágpor egy nagyszerű táplálékforrás, és elkezd átalakulni mé, méhekké. Bees evolved from these predatory wasps. So, és ezekből a ragadozó állatokból alakultak ki a méhek. A wasp went vegan. Szóval a, a darazsak vegánok lettek. That's right. And they became this much more peaceful creature, which is the honeybee és átalakultak ezzel a sokkal békésebb lényi, ami a mé. This happened well before we were here about Elo showhozelő történt mindez, hogy az ember itt volt a földön. 100 100 120 million years ago I think. 100 100 120 million years ago I think. Well, we Sajnálom, de én ezt nem vagyok hajlandó elfogadni, az, hogy 100-120 millió évvel ezelőtt mi tudjuk, hogy mi történt. Egyszerűen csak semmilyen, abszolút zéró, semmit nem tudhatunk arról, hogy 100 millió évvel ezelőtt mi történt. Még egyszer csak képzelje el mindenki azt, hogy egy kettő 10 20 év mekkora távlat, az ember történelmében, mennyi változás zajlik le 10-20-100 éven belül. Menjünk vissza ezer évet, tegyük fel, hogy igaz, amit hazudoznak nekünk, és akkor volt a honfoglalás. Ez csak a magyar nemzetet nézzük. Ezer év alatt ennyi minden történt, ennyi fejlődés, és ez még csak ezer év. Ebből aztán van ezerszer ezer, az lesz egy millió, tízezerszer ezer, az lesz csak 10 millió. Százezerszer ezer lesz ez a százmillió év. 100 ezer évezredet kell visszamenni az időbe, és ők megmondják, hogy a mé méhek az úgy alakult ki, hogy a darázs rájött, hogy a pollen az így jó táplálék forrás. <coughs> és belekezdett egy ilyen evolúcióba és onnan átalakult. A darázs 100 millió évvel ezelőtt. 100 ezer évezreddel ezelőtt. And plants and bees evolved together, so... és, a, és a növények és a méhek együtt fejlődtek. A növények és a méhek evolúciója kölcsönös volt. Jó, oké, okay. a növények és a méhek. Melyik növények mégis, meg melyik méhekről van szó? Jó, egy mély, mély van. Oké, okay. hány darab növényfajta van a világon? Mennyi volt 100 millió évvel ezelőtt? Kettő? De ha nem kettő, akkor mennyi? Annyi, mint ma? Végtelen? És mindegyik egész véletlenül egyszerre elkezdett ilyen random mutációk sorozatát bemutatni? Egy irányba? Mekkora az esélye annak? Mennyi az esélye annak, hogy minden növény egyszerre elkezd fejlődni a, a darázssal együtt? Hogy lehet ilyet állítani? Hogy lehet ezt elhinni, hogy ilyen létezik? Hogy véletlen mutációk sorozata beindul százezer évezreddel ezelőtt, és minden növény egyszerre fejlődik a, a darázsal, úgy, hogy senki ne halljon ki. Mikor elég egy nagyobb aszály, az kipusztul egy fél ö, ország, vagy egy fél kontinens, hogyha úgy elcsípi. És itt arról van szó, hogy véletlen mutációknak a sorozata kell, mert itt a feromonokról van szó, hogy hogy egyszerűen lehetetlen, hogy ilyen van. Nem kell, hogy valaki biológus legyen, vagy evolúciós biológus, csak a józan eszét kellene mindenkinek használni, és rájöhetne arra, hogy ilyen nincs, ilyen nem létezik. És, és ez még csak a növények, meg a darazsak. Tegyük hozzá azt, hogy ez a, a porzásnak a folyamata, úgyhogy még csak nem is egy ilyen apróságról van szó, hogyha valamit elnéz az evolúció, vagy a természet anya, vagy mit tudom én ki, aki ezt intézte véletlenül, akkor megáll az egész élet a földön, mert senkinek nincs mit enni. Nincs virág, nincs termés, nincs szaporulat, vége, bezárhatjuk a, az egész bótot. So, the... És a darázs átfejlődött méhé. Ezt ez nem, nem értem, ez nem megy a fejembe. És a méhek aztán rájöttek, hogy a, ez nagyszerű táplálékforrás, a nektár, meg a pollen. Rájöttek, a méhek rájöttek, világ, úgy, hogy közben még félig darzsak voltak. És akkor, a, akkor mi félig majmok voltunk, vagy mik ilyen, ilyen, mit tudom én, mi dolgok, és közben mi rájöttünk, meg, meg ők rájöttek, úgy, hogy még, még a fele darázs volt, vagy hogy volt az? Mikor, mikor lesz egy, egy ragadozó, hogy, hogy lesz egy ragadozó után vegán? Mennyi idő múlva? És mit érdek? N nem, nem, nem. Ilyen nincs, ez lehetetlen, ezt nem lehet komolyan venni. Úgyis is lehetne. Ne, egy ragadozó nem jön rá, hogy hogy lesz vegán. El tud kézelni valaki egy tigrist, hogy rájön, hogy vegán lesz, és akkor elkezdeni fát, és abból kialakul majd nem soká egy viziló. És mi van az átmeneti időszakban, ami, amíg még, még, ilyen tigris viziló lesz, vagy, vagy nem tudom. Rájön, hogy az jobb. Úgy, hogy ragadozó. Ezt nem viszem Ilyen nincs, nem? Hát hogy? Hogy jön rá a darázs, hogy az jobb, jobb tápláléforrás? Hogy? Hogy? És akkor mit fog közbe enni, amíg jön ráfele? Mind a kettőt? És mindegyik egyszerre jön rá? Mindegyik darázs egyszerre fog rájönni, hogy ez, ez jobb lesz? És akkor utána már csak olyanok születnek majd, mikor van végtelen darázs a világon darab számra, és akkor egy, egy kazalból kijön majd egy, egy vegán darázs egyik napról a másikra, és, és az lesz a dominánsan öröklődő. És az még csak egy, az emésztőrendszerek ugyanaz, csak az egyik ezt a dolgot, tápanyagot veszi föl a másik, meg azt, akkor az emésztőrendszernek is át kell alakulni, meg az egész szájszervnek, meg mindennek. És persze ezek mind a véletlen folytán alakulnak. Ilyen szőnyek bombázása a pozitív mutációknak egész véletlenül. Hát ez nem. És a rovartani.hu weboldalon ugyan erről beszélnek a méhek a föltörténet során a korai kréta időszakban jelentek meg úgy 130 millió évvel ezelőtt a kétszikű virágos növényekkel párhuzamosan. És biztos vagyok benne, hogy nem lehetne elmagyarázni ezeknek az embereknek, azt is én nem azt mondom, hogy én okos vagyok, vagy én okosabb vagyok. Én csak azt akarom mondani, hogy mindenféle józan észnek ellentmond az, amiről itt beszélnek. Arról, arról nincs is szó, hogy ez 130 ezer évezreddel ezelőtt van. Egy évez, csak azért mondom az évezredet, mert azt legalább nagyjából be lehet lőni. Egy évezred tegyük fel a időszámításunk kezdete ami ugye a megváltó születésétől az első ezer évig tart. Az egy elég zsúfolt időszak volt az emberiség történelmében. 130 ezer ilyennel vissza. Fel se lehet fogni. És ők arról beszélnek, hogy gondolt egyet a darás, hogy onnantól kezdve ő vegán lesz, és, és nektárt fog enni meg pollent, és elkezdett átalakulni méhé. Az őseik ragadozó darazsak voltak, a kaporó darazsak családjai a méhek legközelebbi rokonai, melyekre bizonyos, még ma is élő ősi bélyeget hordozó fajok csak hasonlítanak. És azt állítja, hogy egy borostyámba zárt méhet találtak 2006-ban, ami 100 millió éves. 100 millió éves. <coughs> És poszmé fosziliákat találtak 38-26 millió évesek. Szóval nagyjából tévednek 12 millió évet. A 12 millió év ide vagy oda az nem sok, ami 50%-a majdnem a 26-nak, meg a harmada kb. a 38-nak. Szóval ilyen hiba százalékokkal dolgoznak, és ők a tudósok, akik megmondják nekünk, hogy mi történt 130 millió évvel ezelőtt, és mi az, amit nekünk hinni kell az alapján, hogy ők találtak borostyámba zárva egy méhet. Ma körülbelül 250 faj él a Földön. 250, és ez a 200, jó, persze, mondjuk akkor régen csak egy volt. Egy, egy. Csak egy. De mi van, hogyha volt száz darásfaj régen is? Mert azt mondja, hogy semmiféle, alig van rendelkezésre álló bizonyíték. Sajnos nagyon kevés lelet áll a tudósok rendelkezésére. Nagyméretű rovarok lévén borostyánba záródás esélye kisebb, így kevés lelet áll a tudósok. Akkor mondan tudják egyáltalán, hogy mennyi volt? Ha ma 250 van, mi van, hogy ha akkor volt 1500? De ne legyen 1500, legyen csak 100. 100. Annak a 100-nak egyszerre az, az elkezdett evolúcióba kezdett, és abból lett ez a mai. Így, így egy, egy ilyen csoda folytán csak puff, megindultak a darazsak, és elkezdtek átváltozni még és van 45 kolónia élősködő életmódot folytató poszméfaj. Most de csak azt mondom, hogy itt ilyen óriás számokról van szó. A véletleneknek ilyen galaktikus méretű előfordulása az, ami szükséges ahhoz, hogy egyáltalán beszélhessünk valamiféle ilyen átalakulásról, mint amit ők itt állítanak. De térjünk vissza a videóhoz. The plants figured out it was beneficial for them to be able to attract these bees és azt mondja ez a hölgy, hogy a növények rájöttek. A növények rájöttek arra, hogy nekik hasznos lenne, ha ezeket a méheket oda tudnák vonzani magukhoz. Szóval a növények rájöttek, és azon nyomban belekeztek egy ilyen gyors evolúcióba. Néhány 10-15-20 millió évig ez eltartott, Közben a darazsak párhuzamos evolúcióba kezdtek, mert tudták, hogy a növények belekeztek ebbe az evolúcióba, hogy, hogy együtt menjenek, hogy mire a növények eljutnak oda, hogy ilyen feromonok, meg mit tudom én mik lesznek, addigra már ők készen álljanak, mint méhek erre az egész. <SZítható> És akkor megindult egy ilyen evolúciós fegyverkezési verseny a, M a méhek, vagy a darazsak, meg a növények között és azt mondja a hölgy, hogy a növények rájöttek a növények rájöttek rájöttek a növények és erre so, erre sokkal kifejezőbbek lettek meg, meg színesebbek és élénkebbek a növények. Csak úgy gondoltak egy nagyot, hogy ó, úgy voltak vele, hogy hogy fogunk tudni több méhet vajon ide magunkhoz vonzani, majd hogyha már ha lesznek méhek, mert ugye még most darazsak vannak, de, de már rájöttek ezek, hogy, hogy csak a pollent kéne enni, meg a virágport, szóval hogy fogjuk tudni őket majd a jövőben ide vonzani magunkhoz többet, és akkor így kigondol, volt egy ilyen nagy gondolkodás, és akkor arra jutottak, hogy legyünk élénkebb színűek, meg, meg színesebbek, meg illatosabbak, és biztos majd az, az nekik tetszeni fog. <gül> 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 hogy majd az, az nekik tuti be fog jönni, és ezért csináljuk azt, mert 5 millió év múlva át tudjuk alakítani a génállományunkat, meg ők is az övékét, és addigre pont így párhuzamosan fogunk tudni menni. Evolved. Ez... ez van. Hírhat.hu méhek ősei, ez a crab családba tartozó darazsak voltak, és ennek megfelelően más rovarokra vadásztak A ragadozó húsfogyasztó életmódról feltehetőleg akkor váltottak pollengyűjtés, amikor a világlátogató, viráglátogató pollenfogyasztó rovarok lettek zsákmányalatai, és a darazsak lárvái a pollennel borított rovarokat fogyasztották el. A legősi bizonyítottan mély fosszíliai borostyámba zárt, akármi a krétakorból 100 millió évvel ezelőtt. A növények beporzását már ezen élőlények előtt is Többféle állat segítette. Honnan a fenéből tudják, hogy ez így van, hogyha 100 millió évvel ezelőtt jelentek meg ezek? És most mondta, hogy alig van ilyen fosszília, meg borostyá, meg akármi erre. Ú úgy beszélünk erről, hogy 100 millió évvel ezelőtt mi volt, mint hogyha lenne egy komplett átfogó képünk arról, hogy ó, oh, ez volt 100 millió évvel ezelőtt, már akkor is voltak ilyen. Ja, persze, nyilván. Hogy ne lettek volna, hát mi sem természetesebb, hogy voltak. Honnan tudjuk, hogy voltak? Mi a bizonyíték erre? Az, hogy ma így van? Lehet, hogy egész más módszerek voltak rá, mint ez. Valami nagy dinoszaurusz ott ment, az a növényeket, az róla ráhullott, az kész. Miért nem mondhatnám, hogy egy nagy dinoszaurusz ment? Mennyi, mennyi, lelet áll nekünk rendelkezésünkre, meg információ 100 millió évvel ezelőttről, semmi körülbelül, ahhoz képest, ami ma és ma is ilyen rejtélyekbe beszélünk az állatvilágról, meg a természetről, hogy micsoda csodák vannak, amit nem tudunk megmagyarázni. Ennek ellenére tudjuk, hogy 100 millió évvel ezelőtt már voltak többféle állatok, amik segítették a beporzást. Honnan tudjuk, hogy voltak? Feltételezzük, hogy voltak. A méhek azonban kifejezetten ebbe az irányba fejlődtek. Minden más rovarnál sokkal hatékonyabbá váltak. Persze, de az elképzelhetetlen, hogy a teremtő így alkotta meg, hogy ő ezt az egészet kitalálta. Az lehetetlen, az, az elképzelhetetlen, az nevetséges. De ez, ez a verzió, amit most itt felvázoltam, ez tudományos. Ez, ez, ez így van, ezt el kell fogadnunk. Semmiről beszélni, ha jól tudom, ez, ezt az egészet nem értem. És itt van, tessék, több elképzelés szerint az egyes fajok társas életmódja külön-külön fejlődött ki. Külön-külön véletlenül, egybees és szerűen. Nem, nem, elég, a, nem arról van szó csak, hogy egy faj most, de mindenféle fajok párhuzamosan mutálódnak a véletlen segítségével pozitív irányba. És ráadásul még nem csak a fajok, hanem különböző élőlény csoportok most már párhuzamosan összefognak és közösen evolúcionálódnak tovább, meg fejlődnek, ha egyáltalán van ilyen szó, és ez, az egyes fajokon belül is különböző fajtársak úgy gondolják egyszerre, hogy ők majd így elkezdenek fejlődni ugyanabba az irányba. De ha én azt mondom, hogy. Mm, és mi van akkor, hogyha ezt az egészet egy sokkal intelligensebb lény kitalálta, és úgy volt vele, hogy én ezt így fogom megcsinálni. Milyen géniusz dolog, hogy csinálok egy ilyen állatot, ami az egyikről megy a másikra, és viszi azt a virágport. És ebből majd azok, akiket érdekel, meg akik hajlandók figyelni erre az egészre, azok mindenféle ilyen elképesztő tanulságokat tudnak levonni arra nézvést, hogy ő milyen ő maga, hogy a mi életünk milyen, mi az, amit elképzelt nekünk, hogyan kellene élni az életet. Ez ezek, ezek tanulságok sorozatát lehetne leszűni, ha nem ilyen ostobaságból fektetnénk az energiánkat, hogy 100 millió évvel ezelőtt a darázs elkezdett vegán életmódot folytatni, és úgy, hogy közben a növények is arra gondoltak, hogy milyen nagyszerű lenne, hogyha alá fejlődnénk a darazsaknak, amik majd méhek lesznek 5 millió évvel később. Ez egy ostobaság, hogy ezt így alkotta meg ő, ez, ez nevetséges, ez egy archaikus gondolat. de, de az, hogy ezek a mély dolgok, meg hogy így fejlődik, meg úgy fejlődnek, egymás különböző fajtársak, azok, akik külön-külön úgy gondolják, hogy ebbe az irányba mennek, ez, ez abszolút elfogadható. Bízom abban, hogy hasznosnak találtátok ezt a videót, és amennyiben igen, akkor arra kérek mindenkit, hogy osszátok meg a közösségi oldalakon, lájkoljátok videóinkat, a Yahoo útja, illetve az Infobubble YouTube csatornákon találtok még rengeteget, emellett és támogassátok munkánkat, hogy folytathassuk azt, és eljutatassuk az információt még több emberhez. Ez óriási segítség, és köszönöm mindenkinek, akik ezt megtették eddig. Az evolúció, gömbföld és a tudomány számtalan egyéb hazugsága egyetlen célt szolgál. Az pedig az, hogy egy alternatívát kínáljon az embereknek, a teremtő és az ő teremtésének a létezésére minden azt a célt szolgálja, hogy elrejtsék őt az emberek elől. Ugyanis, hogyha el tudjuk hitetni az emberekkel azt, hogy nem létezik a teremtő, akkor onnantól kezdve ki lehet alakítani egy új világot, egy teljesen új erkölcsi rendel és egy teljesen új törvényrendszerrel, ami az ellenségnek a célja, hogy ő lehessen az, aki ennek a világnak a csúcsánál, mint ahogyan áll, mind a mai napig. Legalábbis itt a Földön. Hova ez a magyarázat arra, hogy ez a sok hazugság létezik, hogy erre a teremtőd az emberek többségének szeme elő. És hogyha értjük ezt, akkor mindenhol látni fogjuk. És nem lehet utána ezt sajnos már nem tudni, vagy nem látni, vagy nem érteni. Bízom benne, hogy rengetegen ezen a ponton vannak már. Köszönöm a figyelmet, hamarosan újra találkozunk, addig is mindenkinek a legjobbakat és halleluja!